Sziasztok! Akkor köszöntelek benneteket a Dark Souls 3-ból a második ilyen New Game Plus-os pillanatképpel. Hát én arra gondoltam, hogy bemutatnám, hogy hogyan lehet egyszerűbben eltenni lábalól ezt a Pontiff Sullivant. Jó, mondjuk azt is aláírom ilyen téren, hogy azoknak, az olyan Knight-oknak, meg Warrior-oknak, akik így első végigjátszáson vannak, azoknak sokkal nem igazán tudnék szolgálni, ugyanis itt ennek a úgymond könnyebb boss harcnak az alapja a Great Shield, azzal meg nem is az, hogy nem rendelkeznek első végigjátszás az emberek, csak azért használni Vitality meg Strength hiány kicsikét nehézkes. És itt most szerintem nem a Dragon Slayer Great Shield-et fogom használni, hanem a Havel's Great Shield-et, ugyanis a Pontiff Sullivan az egyszeresebb, ez azt hiszem tüzes és még talán Magic vagy Darkos támadása van. Ugye a Havel's Great Shield az meg minden támadás ellen 83-at véd, Lightning ellen 82-t, ilyen lightningos dolgok ellen pedig jó az a Dragon Slayer Great Shield. Még csak plusz 4-es ez is, a Havelt az pedig így az elmúlt 2 percben húztam föl plusz 2-esre, de 77-es stability-vel szerintem az brutál jó. Még bőven a Overburden alatt vagyunk, tehát gurulásvetődés megy. Marad a Dark Sword, szerintem majd a Lightning Blade is mehet a fegyverre, mert tudtommal egyik ilyen zére se érzékeny a Pontiff Sullivan, csak perizésre, jó persze. A másik alapja a ő láb alól való eltételének az, hogy jól tudtok dodge-olni meg perizni. Én most inkább az ilyen belemászok az arcodba, azt kicsinálok megoldást választom. Amúgy is kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudom szétkombózni majd ezzel a karddal. Mennyire tudom szétszpemelni majd az R1-RB folyamatos nyomásával. Illetve akkor már le is tesztelem ezt a pajzsot, hogy mennyire OP. Ha meg netán le tudnám staggerelni, mert a Perry az most ugye távol fog tőlem állni, akkor majd úgy egy gyors nyomatok rá ribosztot. Hoppá, ha azt hittem fölkelsz, haver. Ezt is itt még nyírjuk ki, aztán nehogy. Hoppá. Nekem több kell, mint 3 ütés, hihetetlen. Á, meg azért gyógyítsunk. Hát akkor jöhet a Deep Protection. Meg a másik 2 varázslat, ami így összességében meg fogja enni az egész FP készletemet, de hát faszé kellett pont a rock szakmát választani. Nyomjuk. Nyere, öcsém. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy hogyan bírom, mert úgy emlékszem New Game Plus-on. Jó kezdés. Ó, ha nem laggolnék, akkor mint látjátok, kurva jól sebezzük. Tehát ott volt ez Stagger, fiam. Itt most robbanni fog egyet, ha jól emlékeztem. Ezt meg benyaltam megint, hát lag hátán. De azért remélem láthattátok, remélem láttátok a lényeget. Igen, itt most pont háttaláltam neki, ez úgy jött össze. Nem, fiacskám. Ilyen ez a pop szakma, amikor így beszorítanak. És egy gyors gyógyítás még. Hát, azt kell, hogy mondjam, gyerekek, ez nem volt hosszú életű. Mondjuk ez gyorsan a Mimic Chest-es trükköt, bazd meg, csináljam meg megint. Kurva anya, hát hol a faszomba van az a rohadt pajzs? Ó, 216 000 lélek. Na, ilyenkor gyorsnak kell lenni, ha be akarjátok zsebelni a zsugát. Na, jó, hogy összejött megint.
Hát azért úgy komoly volt azok a 400 valahanyag sebzések, amiket így rámértem szerintem. Jó, varázslatoknak is be lehetett tudni, de emlékszem először mennyit kilóttam vele annó plusz 7-es Zweihänderrel. Emlékszem milyen nehézkesen akart lemenni a HP-ja. Meg úgy kb. Minden nyomoromra itt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bénázások ellenére ez a pajzs már plusz 2-esen is kurva jól bírta a strapát. Így mondom, tudok lazán gurulni, vetődni, hogyha nincs berakva a csajmón kívül semmi más. Gyűrű elosztás az a szokásos, közben a Ring of Favor-ből még megtaláltam a plusz 2-est, ez a Cathedral of the Deep-be nem is az, hogy el volt rejtve, tudjátok, föl kellett menni oda a tetőre, ott a csillárhoz, és akkor még ott kint volt egy ilyen nagy darab baltás idióta, és mögötte volt elrejtve. Egyébként elég mocsok helyekre voltak elrejtve ezek a plusz 2-es gyűrűk, azt kell, hogy mondjam. A Covetous Silver Serpent Ringet azt így, iszonyat nagy mákom volt, hogy megtaláltam. Már csak egyébként a plusz 2-es gyűrűk választanak el az achievement-től. Meg van egy ilyen gesture-ös achievement is, hogy ezekből is szerezzük meg az összeset, abból is már csak egy darab hiányzik. Meg még azt hiszem az utolsó ending, illetve egy-két Pyromancy, meg Miracle, és akkor utána kész is vagyok. Na itt pedig most valószínűleg egy kis PvH-be is belefutok majd. Bár attól inkább most megkímélek benneteket, mert épp csak most kezdtem el játszani. És úgy nem hiszem, hogy készen állok rá. Pláne 506 000 lélekkel, amit bárhogy nézzük, nekem egy szintlépés. Ezt inkább rátolnám az intelligence-re, mint hogy elveszítsem, mert az is lehet, hogy betámadnak hárman, az cső. Tehát így most ez alatt a végigjátszás alatt így nem konkrétan csak boss harcokkal fogok szolgálni, az is lehet, hogy ilyen genyóbb helyeket még bemutatok, például mint a Smoldering Lake, vagy az Archdragon Peak, összes titokkal együtt, mert azóta még egy csomó mindenre rájöttem, akár videókból, akár így saját szakállamra, így vagy úgy, de összejött. Aztán a DLC-ket meg későbbi játékok, ugye mondtam, azokat meg már majd facecam-mel fogom, remélhetőleg, jövő hónaptól. Addig is, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, András voltam, sziasztok!